Szevasztok, Mr. Tool vagyok, és jött egy frissítés a Pokémon Go-hoz, a 0.31.0-as verzió. Ez nem mindenkinek érhető el egyelőre a Play áruházban, ezt szépen fokozatosan aktiválják a játékosoknak. Az első fontos dolog, ami a játék indulásakor figyelmeztet minket, az ez az üzenet, illetve egy másik üzenet, ami még jöhet, az az, hogy amíg a Pokémon Go-val játszol, ne szegj törvényeket. Hát ez ugye, hogy nem állsz be magánterületekre, ne hajts túl gyorsan, túl lassan, ne állj meg út közepén, stb. Ez figyelmezhet, és szépen ezt le kell okézni. Az a másik üzenet, ami jön, hogy figyelj a környezetedre, ugye, hogy nem menj neki semminek, légy figyelemmel a környezetedre. Oké. Nos. Ide be fogok vágni egy videót, mert előzőleg ezt az edzőtermet ott szembe támadták, és azon látható, hogy változott annak is az animációja. Illetve bevágok egy gyors Pokémon elkapást is, mert most jelenleg nem jelent meg egy sem, de ott látszik, hogy amikor megszökik egy Pokémon, akkor ez kiírja szöveggel, hogy megszökött a Pokémon. Ez is egy újítás. Nézzük is a következő újítást. A következő újítás az az, hogy itt bal oldalt lent a profilodra kattintva az összes jutalmi medál megváltozott. Á, nem is az összes, bocsánat. Csak itt ez az első 8, ha jól látom. Ezek megváltoztak, ugye, hogy ténylegesen azok a jutalmak legyenek, amiket jelentik, négyen átlagos medálok legyenek ott, ugye. Jogging az, hogy mennyit mászkáltam már, mennyi tojást keltettem ki, és hasonlók. Az újdonság még itt, jobb oldalt láthatjátok ezt a gombot. Ugye itt volt fönt ez a journal gomb, amivel megnézhettétek, hogy mit csináltatok legutóbb, merre járkáltatok, mit fogtatok. Ez átkerült ide egy gombra. És kicsit megváltozott ennek is a felülete, ha jól látom. Itt van ez az újdonság, ez a gomb. Ugye megváltoztathatjátok a karakteretek kinézetét, amit eddig csak a játék indulásakor, karakter létrehozásakor tudtatok, és bekerültek új kinézetek. Például ez az új cipő, nézzük a táskákat. Táska is került be pár új, ez a kék biztos nem volt, meg ez a piros sem. Átváltok teljesen misztikes kék színre. No, viszont nadrág az még mindig nincsen kék, akkor maradok ennél a pirosnál. Felsőből, hát talán volt kék, de nem biztos. Ezt nem tudom. Kék, nézzük, hát ha van új sapka. Nincs, akkor leszünk kék, mert ugye pirost választottam először, mert nem volt teljes kék szett. Jó, azt hiszem az ilyen kékes-zöldes, az maradhat. Hajszín. Hát az szerintem nincsen új. Illetve a bőrszín, abból sincs gondolom új. Nem sok értelme lenne, na nézzük, el is mentem. Persze beállítom, és akkor most láthatjátok, hogy végre misztikes kék vagyok. Nagyon jó kis kék cipővel és kék táskával, ami tök jó újdonság végre. És bármikor megváltoztathatjátok a karakteretek kinézetét. Ez egy nagyon jó pont a Niantic-nek. Köszönjük. A következő, hogy a Pokémonok támadási ereje újra lett kalkulálva. A gymben, ha harcoltok, akkor jobban figyelembe veszi, hogy tűz a víz ellen harcol, föld a fű ellen, stb. Ezeket jobban figyelembe veszi, és erősebbek a támadások. Ami még itt nagyon szemet szúr, az a nearby, a közelség listában, hogy eltűntek ezek a lábnyomok innen, mert ugye a szerver nem küldi ki a lábnyomokat, hogy milyen távolságban van a Pokémon, mert gondolom ez túlterheli a rendszerüket jelenleg, és ezért inkább kivették most, mert ugye eddig ki is volt kapcsolva. De most már ez ki van véve. Valószínűleg, hogy vissza fogják később tenni, hisz ez egy nagyon jó dolog volt. Hát reméljük visszateszik a közeljövőben. Nézzük itt az animációkon, változott-e valami? Nem nagyon látok. Jó. Nézzük a következő a dolgot. Ez a Pokémon nézetnél. Jó, ez maradt. Ha kiválasztatok egy Pokémont, akkor ez a részletes listánál változott pár dolog.
Jó, ezek maradtak a szövegek. Bocsánat, egy kicsit akad, mert nem valami szuper erős a teló. Na itt van ez a menü. Be lehet állítani ugye kedvencnek, és a transfer gomb is lekerült, illetve bekerült a menübe az aljáról. Most már nincs az alján, sokkal egyszerűbben el lehet érni a transfert. Amíg ezt kipróbálom egy kisebb Pokémonon. Úgy egy Pidgin, hogy ugyanúgy kiíre szépen mindent. Jó, szépen kiíre, hogy ugye nem vehetitek, nem kapjátok vissza a Pokémont, a professzornak elkülditek. Oké, szuper. Akkor ami újítás még jött, az, hogy a memória kezelése a játéknak sokkal jobb. És itt láthatjátok a tojások, mint egy kicsit jobban lennének elrendezve, mert nekem úgy rémlik, hogy már az alsónak nem láttam a kilométerét, szóval ezek is javultak egy kicsit. Szuper. Nos, akkor nézzük is a következőt, ugye memória kezelés, mondtam, lábnyomokat mondtam. A harc ott most nem bírom megmutatni, mert nem bírok kimászkálni most egy edzőteremhez, de holnap akkor ezt is beleveszem a videóba az edzőtermi harcokról, hogy milyen változás történt az edzőtermekben, mert a harcok kicsit átalakultak, máshogy alakulnak a sebzések. Hát remélem, hogy ez jó irányban alakult. A térképen is javítottak valamennyit. Ha jól látom, visszakerültek ezek a kis útszakaszok, például az ott egy járdarész. Ezek a járdák, ez az apró kis utak visszakerültek, amik korábban egy frissítéssel eltűntek. Nem is frissítés, hanem Google térkép változott, és az miatt tűntek el ezek a kis utak, ezek most visszakerültek a játékba. Ami teljesen jó, mert látod, hogy hova tudsz mégiscsak átmenni, nem úgy a semmit mutatja. Jó, és az utolsó dolog, ami változott, hát az utolsó frissítés, az szokásos, hogy a szövegeket javították, de hát végülis ez is egy jó dolog, ugye, mint láthatjátok, ez ebbe beletartozik az, amikor belépünk, és jön ez a figyelmeztető ablak, illetve ha elszökik egy poké, akkor kiírja, hogy az elszökött. Nos, hát ennyi lenne ez a videó. Nem sokára remélem mindenki megkapja a frissítést, és akkor tesztelgetheti, hogy milyen lett a memória kezelése, illetve a sok hiba javítás, ami a Pokémon elfogáskor eddig előjött, ténylegesen megjavult-e. Illetve el lehet változtatni a karaktert az új ruhákra, ami már egy teljesen jó dolog, és ugye ingyenes ruhák. Én arra számítottam, hogy lesznek ilyen fizetős ruhák, de ez így teljesen jó, hogy ingyen meg lehet ezt változtatni. Jó, itt nincsenek új dolgok. Hát köszönöm a figyelmet, Mr. Soul voltam, szevasztok!